Tiszta. Ja, hogy kívánok, polgármesteri, itt vagyunk a 444 élőjében. Ez az első tüntetése ebben a tüntetés sorozatban? Nem, itt voltam tegnap előtt is, de én azt gondolom, hogy az lenne fontos, hogy minél több ember, minél több este jöjjön ki. Úgyhogy mi is meghirdetjük a saját tüntetésünket, amire mindenkit szeretettel várunk szombaton 5 órakor a Jászai-Mari téren. Én azt szeretném, hogyha az emberek éreznék ennek a fontosságát, ahogy az internetadótól megfutott a kormány, most például a katásokért akkor tehetjük a legtöbbet, hogyha minden este ezt a témát ezt életben tartjuk, és ráveszünk a kormányt, hogy elfogadható jogállami módon változtasson, ha változtat adószabályokon. Ugye a választási kampányban a kormánypárti sajtó kiragadott öntön egy mondatot a rezsicsökkentéssel kapcsolatban, hogy a jelenlegi formájában ezt nem lehet fenntartani, és ugye ez volt önnel szemben a vált, hogy változtatni, vagy eltörölni. Igen, ezért nem szabadok rá szavazni. Mit szólt a tegnapi kormányinfóhoz? Az olyan, hogy most már szóról-szóra azt mondják, amit én mondtam, azt mondták ők is, hogy a jelenlegi formájában fenntarthatatlan. Úgyhogy itt az előbb egy fiatal ember azt mondta, hogy that age bell, azt mondja, hogy ennek az idő jót tett ennek a mondatnak, mert lába Fidesz is elfogadta. Hát sajnos nem ez az egyetlen, amiben most utólag a Fidesz is azt csinálja, amit mi javasoltunk, akár örülhetnénk is ennek, de őszintén szólva nyilván a helyzet, a körülmények azok ugye csak egy valamit bizonyítottak, 100 nap alatt kiderült, hogy a Fidesz minden kampány állítása a hazugság volt. Úgyhogy ha ők 2006-ban azt mondták, hogy a Gyurcsány kormány illegitim, mert hazugsággal nyert, hát most a Fidesz legalább annyira, sőt sokkal inkább hazugsággal nyerte meg ezt a választást. Ugye ő most hirdetett egy tüntetés Szombatra, ahogy mondta az előbb, de az ugye arról megjelentek cikkek, hogy elég rossz hangulatban váltak el a választási kampány végén a többi ellenzéki vezetőtől. Ebben a helyzetben most együtt tudnak vagy működni, vagy hogy lesz ez? Gyurcsány Ferenc és szövetségeseitől nagyon rossz hangulatban váltunk el. Még azt is szeretném elmondani, hogy nem én kerestem az alkalmat erre, hanem ők nem tudtak egy napot várni azzal, hogy letámadjanak, de ezt ugye januárban már megígérték nekem. Ez nem változtat azon, nyilvánvalóan Gyurcsány Ferencet nem szeretnénk, eddig se szerettük volna hatalomra juttatni, senkinek nem kell ettől rettegnie. Most az a kérdés, hogy a katás vállalkozók, azok egy méltányos kezelést kapnak, jogállami kezelést kapnak, vagy nem. Ebben az a sok ember, aki itt van, azt gondolom, nekem is a szolidaritásomra számíthat természetesen. Én azt gondolom, hogy pártállástól függetlenül még a tisztességes fideszesek is egyetértenek azzal, hogy egy adóváltozást nem lehet így bevezetni. Ön szerint lesz hangulatváltozás az országban? Én szerintem lesz. Már igen, és már féltlen ember mondja, hogy már van. Tehát biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb azok az emberek, akik most azt remélték, hogy például nem lesz rezsicsökkentés, vagy akik attól féltek, hogy az ellenzék az elvitte volna, vagy én elvittem volna őket meghalni Ukrajnába, kiskorú gyermekeket és a többi. Hát azt gondolom, hogy talán annyira fölébredtek már, hogy a Fidesz ebben is minden másban is hazudott. Kiheverte a választási eredményt? Lehet mondani, hogy igen, ez nem azt jelenti, hogy jó hangulatban vagyok, tehát hogy nyilván tudomásul vettem. Nem örülök neki természetesen. Leginkább annak nem örülök, hogy olyan hihetetlen kapacitása volt a Fidesznek, ami a következő választások tisztaságát is erősen megkérdőjelezi. Nem látom azt, hogy négy év múlva mitől lenne az ellenzéknek, vagy bárkinek, jöjjön Jézus Krisztus, John Lennon, bárki, mitől lenne neki nagyobb esélye, mitől nem hitetnék el az emberekkel, hogy ők háborút akarnak, meg adót akar emelni, meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést, meg mirgásokat akar behozni, amiket a Fidesz egyébként behord nagy számban. Tehát, hogy a propaganda média, amíg megvan, amíg az ellen nem tudunk hatékonyan fölépni, addig nagyon nehéz lesz bárkinek bármilyen választást megnyerni, akár egy időközi önkormányzati választást egy budapesti kerületben. Ez amikor négy ilyenből a 2-3 héttel ezelőtt 3-at a Fidesz megnyert Budapesten, állítólag volt olyan, ahol több szavazatot kapott, mint az április 3-i országgyűlési választáson, abban a körzetben. Addig az ellenzéknek, meg azt mondom, hogy egy normális Magyarországnak kevés esélye van. Tehát nekünk az a fontos, hogy ezt megváltoztassuk. És ez a mostani alkalom erre kiváló. Ha most nem ébrednek fel az emberek, hogy tényleg szóról szóra azt mondják most, amit mi a kampányban mondtunk, amivel hazumódon bennünket vádoltak, hogy ha nem jön rá valaki egy szavát, komolyan mondom, hülye az, aki a Fidesznek egy szavát elhiszi. Ezek után nem lehet ezt máshogy értelmezni. És ha ezt nem tudjuk eljutatni minden emberhez, akkor a következő választásokat is hazugságokkal meg fogják tudni nyerni. Ha a magyar emberek tanulnak annyira, és nem akarják, hogy hülyének nézze őket a Fidesz, ha tanulnak ebből az elmúlt 100 napból, akkor van esély arra, hogy az ellenzék a jövőben választást tud majd nyerni. De ön szerint most van olyan állapotban az ellenzéki együttműködés, hogy ezt a hangulatváltozást, ezt az elégedetlenséget be tudja csatornázni, és valami előnyére fordítani?
Hát én nem az ellenzéki együttműködésről, és különösen nem a hat pártról beszélek, nagyon sok szimpatikus ember van minden pártban. Én nyilvánvalóan látok nagyon sok árulót is, én tudom azt, hogy egész komplett pártok nem akartak nyerni a választáson. Ugye nyilván voltak, akik a választás éjszakáján már elárulták, hogy ők csak arra törekedtek, hogy veszítsük el a választást, és azt rám lehessen fogni. Ezek az én szememben árulók. Azok is voltak, azok is maradnak. Ez Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter? Hát nyilvánvalóan mondhatnám, hogy nem én mondtam. De egyértelmű, hogy aki nem akar nyerni, aki nem kampányolt, aki nem volt hajlandó megosztani egy kampány üzenetet, azzal az egyszerű kijelentéssel, hogy nem fogunk katonákat vinni Ukrajnába. Tessék megnézni ezeknek az embereknek, pártoknak a honlapjait, a választás teljes 3-4 hónapja alatt hányszor mondták el ezt, hányszor mondták el azt, hogy a minimálbér adómentes lesz, amivel 100 000-eket lehetett volna megnyerni, mert ezeknek az embereknek sokkal jobb lett volna, ha nem a Fidesz nyer. De ha nem mondjuk el nekik, hogyha a legnépszerűbb pártoknak, a legnagyobb pártoknak az oldalain, a legtöbb követővel rendelkező politikusok oldalain ez meg sem jelenik. Azt nem lehet másképp mondani, mint hogy ők mindent megtettek azért, hogy Orbán maradjon hatalomban. Köszönjük szépen. Azt kérem önöktől, hogy jöjjenek el úgy, ahogy eljöttek ide az Erzsébet hídra, korábban a Margit hídon is találkozhattunk már 2 nappal ezelőtt többekkel. Most szombaton kérem, hogy jöjjenek el július 16-án 5 órára a Jászai Mari térre, és folytassuk ezt a tüntetést, álljunk ki a katás vállalkozók mellett. Hogyha kellően nagyszámú ember, kellően sokáig kifog állni, akkor megváltoztathatjuk ezt a szabályt is, és segíthetünk a katásoknak.